Lakossági kezdeményezésnek köszönhetően nőtt meg az elmúlt hétvégén a Dömörkaputól induló erdei vasút forgalma. Szülőkből álló baráti társaság egyik tagjának közösségi felületen megosztott felhívására érkeztek a látogatók, hogy bevételhez juttassák a kisvasutat. Az apropót egy korábbi rendezvény adta. Óvis futóverseny volt, és akkor említette az üzemeltető úr, hogy hát a kisvasút idén 60 éves, ezt mi magunktól nem tudtuk, vagy hát nyilván gyerekkoromban sokszor voltam a kisvasúton, nem tudtuk ezt a fontos dátumot, és említette az úr, hogy hát erre a jeles alkalomra nem igazán sikerül olyan támogatást szerezni neki, hogy egy kis ünnepséget szervezzenek. Magyarország legrövidebb keskeny nyomtávú simpárja és az azon közlekedő szerelvény 1962 óta működik a meccsekben. Ennek üzemeltetője Andróci István, számára meglepetés volt a kezdeményezés. Meglepődtem, reggel itt sok ember megjelent, szokásosnál jóval többen, adományjegyet vásároltak, utaztak oda-vissza, nem szóltak előre, nagyon örülök neki, és remélem, hogy sikeres is lesz, és minél többen jönnek is. Nagy bulit tudunk csapni augusztus 20-án. A nyugdíjas mozdonyvezető kérdésünkre elmondta, hogy 32 éve javítja a vonalat, a kocsikat és az egyedi mozdonyt, melyet egykoron úttörők működtettek. Mára mindennapos feladattá vált a karbantartás. Duga Marcell szerint ezért is fontos, hogy a látogatók jegyvásárlással támogassák a vasutat. Én abban bízom, hogy ez a rendezvény, vagy hát ugye ez az esemény, ez még azért augusztus 20-áig folyamatosan ismétlődhet. Tehát én abban bízom, hogy mindenki követi a példánkat, meg az itt jelenlévő emberek példáját, és akkor reméljük, hogy tényleg sikerül olyan érdemi támogatást összegyűjteni, ami tényleg felhasználható egy ilyen rendezvényre. A meccseki kisvasút várja a támogatójegyet vásárló és utazni vágyó családokat minden nap délelőtt 10 órától este 6 óráig az Állatkert és a Dömörkapu állomásokon.